Sziasztok! Én Viktor vagyok, és ez pedig itt a Recycling. És a mai napon ismét egy 3D-s projektet fogunk csinálni. Mégpedig egy szekrény felújításhoz volt szükség a 3D-s nyomtatóhoz, de most nem alkatrészként, hanem egy szerszámot gyártottunk le, egy sablont. Elég régóta tervezem már, hogy a zsanérokat kicserélem ezen a szekrényen, ugyanis egy-kettő már eltörött. Viszont, ugye itt a lukak befúrásánál nagyon nem mindegy, hogy egyenesen tudsz-e fúrni. Ez nem mindig jön össze, ugye, hogyha az ember csak kézzel próbálkozik. Ezért készítettem én ehhez egy sablont, ami egyelőre úgy néz ki, mint egy, nem tudom, egy gyár, egy hatalmas gyárkéménnyel, vagy valami hasonló. De ez egy nagyon jó kis sablon, amit így rá lehet majd húzni, és ez fogja irányítani a mi kis úrófejünket, hogy gyönyörű, egyenes lukat fogjuk tudni befúrni a zsanérnak. Először ugye meg kell szabadítani a mindenféle segéd alátámasztásoktól, úgyhogy most ez következik. Szépen kiszabadítjuk. És hoppa, az nem is vagyunk. Kijött a válsája. Én azért itt ezt szépen letisztogatom. A lényeg, hogy ennek elvileg itt szépen éjjjel el kellene menni. Csodálatos, tökéletes. És a luknak a középpontja a sablon szélétől pont 4 cm-re van. Tehát ez azt jelenti, hogy így vagyunk. Itt van nekünk a kis lukunk bejelölve, és ehhez képest, ha mi még itt rászámolunk 4 cm, szépen bejelöljük, és fehér ceruzat segítségével, mert az ugye jól látszik a bútoron. Itt is bejelöljük. És ettől kezdve elméletileg már csak annyi dolgunk van, hogy ezt így szépen ideigazítjuk. Nem, fordítva. Igen, az sem mindegy, tehát ez a vezető cső, ez az egyik oldalhoz képest van igazítva, mert ugye itt látjátok, tehát nem középen van a luk, ugye ezt úgy számoltam ki, hogy ez pont oda essen, elméletileg. Tehát ez gyakorlatilag is így van-e, most fog kiderülni, mindent le is tesz. Szóval, igen, eredetileg úgy szerettem volna ezt a dolgot tervezni, hogy legyen benne egy fém cső betét, de sajnos nem találtam semmi olyat, aminek 5 mm lett volna a belső átmérője, úgyhogy az egészet így kinyomtattam. Hát nagyon remélem, hogy ezt a pár 10-12 fúrást ezt ki fogja bírni. Ez majd mindjárt kiderül. Na, szépen ide helyezzük, beigazítjuk. Elvileg pontosan rajta van a helyén, de ezt meg fogjuk tudni nézni, mert hogy egy kicsit fúrok vele, kiemelem, és most meglátjuk, hogy igen. Annyira meglátjuk, hogy mennyire jó a dolog. Ja. Így.
És akkor, hát ez lehet, hogy kell mélyíteni egy kicsit, de most már ugye a sablon az megadta az irányt a fúrónak. Úgyhogy a továbbiakban tud menni egyenesen. Jó, és akkor most következik a második korat. No, hát megvan a likunk, hoppá, igen, majdnem jó. Szóval. Na most ugrik a izéje valahova. Beledugom, és akkor így egyszerűbb csavarni. Nagyon remélem, hogy most tényleg az lesz, hogy egyenes lesz a dolog. Hát azt kell mondjam, hát is egyelőre nem akarom olyan kiabálni, de nem. Úgyhogy nem is mondok semmit, adjatok békén. Oké, akkor most jön az, hogy ezeket betekerem a becskerem, így angolosan, a helyére, a szekrényen is, és akkor meglátjuk, hogy mennyire passzol. Hoppá, akkor még belerúgok a másik szekrénybe. Szóval még egyszer mondom, meglátjuk, hogy mennyire passzol rá. Na szóval, eljutottam oda, hogy becsavargattam ezeket, így szépen rámegy. És gyönyörűen becsukódik. No, hát úgy néz ki, hogy ez megvan. Már csak 4 darab ajtó, vagyis 8 darab furat hiányzik, illetve ennyi van hátra. No kérem, hát úgy néz ki, hogy sikerült egy tök jó működő kis sablon létrehozni. A következőkben, majd azért azt tervezem, hogy fogok csinálni egy olyat is, aminek ez a kis középső cső része, az a vezető cső állítható, illetve a szélessége is állítható, tehát más bútorokhoz is használható lesz. Viszont ez most ugye teljesen tökéletesen ez a bútorhoz. Ha van hasonló bútorotok, és nektek is ez a probléma, hogy a zsaniokat cserélni kell, akkor egy nagyon jó kis eszköz. Nyugodtan a leírásban található linkről le tudjátok tölteni, és kinyomtatni és használni. Ja igen, ezt még nem mondtam, hogy tehát azért kellett nekem is ezt elkészítenem, mert soha nem lehet ugyanazokat a zsanérokat megkapni. Tehát amiket előzőleg vettem, én ezt egyszer már, mikor megszereztem ezt a bútort, akkor nekem ezt már ki kellett cserélnem, ezeket a zsanérokat. Most egy olyan 10x év elteltével ismételten cserélni kellett egy párat. De nyilván nem kaptam ugyanazt, úgyhogy az összeset, mind a, nem is tudom, 12 zsanért a 2-3 helyet ki kell cserélnem. Úgyhogy ezért kellett egy ilyet megcsinálnom. Ha úgy gondoljátok, hogy hasznos volt a kis videóm, vagy tetszett, akkor nyugodtan osszátok meg, illetve lájkoljátok, és ha nem szeretnétek lemaradni hasonló tartalmakról, akkor iratkozzatok fel. Én köszönöm szépen a mai figyelmeteket!